Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ebben a műsorban, ennek a műsornak a keretében számtalan sportlegendát mutattunk be az elmúlt időszakban, és most jön egy újabb generáció, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Székesfehérvár sportváros. Egy olyan vendéget invitáltam meg ma a stúdióba, akinek az életútja kötődik Székesfehérvárhoz, ugyanakkor ma már ugye inkább Budapesten tevékenykedik, teszi a dolgát, de nagyon fontos számunkra, hiszen a generáció képviseletében atlétaként nagyon sokat tett azért, hogy az arak ismert és elismert legyen hazánkban. Vendégem tehát Farkas Dáriusz. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagy velünk. Ugye a Farkas név Zalagyöngye, Farkas Sándor az édesapád, én azt mondom, hogy legenda természetesen, hiszen az első kosárlabda bajnoki címek, a remek nemzetközi szereplések, az a nevelőmunka, amit annak idején ő megtett, azt hiszem, hogy felejthetetlen mindannyiunk számára. Itt az adás előtt beszélgettünk, hogy több mint 20 esztendeje találkoztunk először, és akkor még egy kicsi felcseperedő gyermek voltál, most pedig idestova már ennyivel később a 30. születésnapodon is túl vagy. No, egy kicsit beszéljünk arról a családról, ami Székesfehérváron kellett, hogy megteremtse a jövőt, ha úgy tetszik. Ugye Zalagyöngye nem véletlenül került szóba, hiszen Zalaegerszeg volt az otthon, aztán Székesfehérvár. Hogy sikerült beilleszkedned Fehérváron, hiszen gyermekfővel kellett ezt megtenned? Igen, 6 éves voltam, amikor átköltöztünk Fehérvárra, és szüleim azzal invitáltak, hogy lesznek galambok a teraszon, és ezek a galambok minden évben fészkelnek, úgyhogy ezzel engem már megnyertek. Jöttem szívesen. Aztán az óvodából még egy évet itt töltöttem, utána pedig az iskolával ugye mindenki teljesen nulláról indult. Én úgy gondolom, hogy könnyen sikerült beilleszkedni. Továbbra is minden nyarat én Zalaegerszegen nagyszülőknél töltöttem, úgyhogy igazából nem volt ez hirtelen olyan nagy váltás, mint amilyen nagynak ez tűnhet. Minden évben bajnoki címet ünnepelt a csapat, és akkor kiskoromban azt hittem, hogy ez ilyen automatikus, hogy ez így jön. Aztán későbbiekben rájöttem, hogy ez emögött mekkora munkál, és milyen nehéz, és milyen nagy kincs minden egyes ilyen bajnoki trófea. Megfogott a kosárlabda? Meg. Meg már kiskoromban volt egy olyan kép rólam, amikor majdnem nagyobb volt a labda, mint én. Így alulról tartott egy hatalmas kéz azt a labdát, nem is én fogtam. Persze ugye ez még nem az én döntésem volt, de utána 10 éves koromtól kezdve már én is kosárlabdáztam, és mai napig nagyon szerettem a játékot, én 7 évet kosárlabdáztam. Ugyanakkor egy másik utat választottál. Mikor jött az atlétika az életedbe, hiszen és ráadásul a hosszú távfutás, közép- és hosszú távfutás, hiszen a hosszú távfutó magányosságáról tudunk, de az egy teljesen más sportág. Mikor jött ez az időszak az életedbe? 10. osztályos koromban kerültem egy kicsit a tanulással kapcsolatban egy kis gödörbe, és ekkor lelettem szigorú szülői szabályokkal tiltva a sportról, viszont kaptam kiskaput, hogy az összes iskolai sporteseményre elmehettem, hogy ne maradjak ki ezekből az értékes dolgokból, a társasággal ott lehessek, és akkor neveztem be atlétika versenyre, kérdeztem, melyik a leghosszabb táv. Úgy éreztem, hogy nem vagyok elég gyors, de kitartónak gondoltam magam. Akkor mondta testnevelő tanárom Sherman László tanár úr, hogy hát az 1500, beneveztünk, elmentem, megnyertem, szóltak, hogy akkor jön a megyei forduló, elmentem. Azt hiszem, hogy a megyeiben második lettem, de mehettem az országosra. És ez az egész akkor kezdődött, igazából ott a Diák Olimpia döntőjébe, amikor 7. lettem 1500 méteren, ami szinte nulla edzésből, legalábbis futóspecifikus edzés nélkül egy nagyon nagy dolog volt. Szépen kijavítottam a tanulmányi kis csorbámat is, úgyhogy édesapámék mondták, hogy akkor most nyugodtan visszamehetek kosarazni, de ha úgy gondolom, atletizálhatok is, és mivel sokkal több sikerélményért az atlétikában, úgy gondoltam, hogy ez akár egy sikeresebb jövőt hozhat nekem, így belevágtam a fejszém egy új kalandba. Tehát arak lett belőle. Igen. Egy olyan közösséget alkottatok, ami egyébként páratlan, hiszen az araknak sem volt úgy értve veretes múltja,
tehát el kellett indulni. Tehát a nulláról indultál, és gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy. Mi minden járt ezzel, hiszen a tehetség és a szorgalom, ha kézenfogva jár, akkor jönnek az eredmények, azt tudjuk. Igen, ugye voltak olyan csapattársaim is, illetve előttem nem sokkal pályafutásukat befejező futók, mint Tölgyesi Balázs, Korányi Balázs, Timár Levente és Vég Tibor. Nekem Tiborból jutott még egy kicsi nyaranta, és sokszor talent is együtt tudtunk edzeni. Illetve volt a saját korosztályomnak egy ilyen nagyon jó magja, nem csak közép-hosszú távfutó atléták, hanem ugrók, sprinterek, és tényleg nagyon jól így összetartottunk. Nagyon hasznos időszak volt, főleg amikor a Tibi itthon volt, vele nagyon sokat tudtunk úgy együtt edzeni, hogy mindig újakat tanultam, és hát a Tölgyes és a Korányi, a Balázsok pedig ők legendaként voltak számunkra feltüntetve. Volt olyan időszak, amikor minden edzés elején így megfogtam a képüket ott a falon, úgyhogy nekem is sokat jelentett, nagyon nagy motiváció volt az ő eredményességük, az ő múltjuk, és a jelenben pedig nagyon keményen kellett edzeni, télen a hidegbe is, az esőbe is, ugye nekem ez kosarasként újdonság volt, hogy a szabad ég alatt vagyunk, ha esik, esik. Rengeteg lemondás, tehát nagyon korlátoznom kellett azokat a programokat, amik egyébként mondjuk egy 17-8-9 éves ember életében nem elvetendőek, és kellett egy jó edző ehhez, tehát Karcsi bácsival, Hírt Károllyal mi egy nagyon jó csapatot alkottunk sokáig, szinte a második apám volt, úgyhogy nagyon jól indult ez az egész. Remek eredményeket értél el, hiszen 2013-ban, ha 13-12-t nézzük, akkor a szabadtéri pályaszezonban is, és tehát én itt olvasom, hogy a 30 perces közel 30 perces volt az egyéni csúcsod 2013-ban, akkor ez már jó, és akkor még fiatal voltál, hiszen az U23-as korosztályban. Ugyanakkor már akkor is gondoltál nyilvánvaló a jövődre. Tehát az egyetem és a sport ilyen értelemben összekapcsolódott. Miért választottál műszaki pályát? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nagypapámnak a műszaki érzékéből ragadt rám valami, vagy onnan örököltem, és ezért én kifejezetten érdeklődtem ezek a műszaki dolgok iránt. Akkor valahogy úgy gondoltam, hogy edző nem szeretnék lenni, mert akkor örökké csak árnyékba lennék, ugye? Viszont érdekes, mert ez az idők alatt teljesen megváltozott, és most már két edzői végzettséget is szereztem, és legalább mellékállásban a jövőben majd szeretnék edzősködni, hogyha abba hagytam a futást is. Ettől függetlenül a műszaki irányultságom az megmaradt, és nem bánom, hogy a műszaki egyetemre mentem. Itt, ha lapozgatom az eredményeidet, ugye már 2010-ben 1500-on és 5000 méteren is volt egy második helyed, aztán az U23-as mezei futó Európa-bajnokságon ott voltál a csapatban, egy remek csapat lehetett, hiszen Csere Gáspár nagyon sokat köszönhet neked, bizonyos értelemben. Aztán itt van ugye a gazdaság és társadalomtudományi karra jártál, és akkor már jött a BEAC értelemszerűen, hiszen a BEAC az egyetem klubja, ha úgy tetszik, egyetemi klubról beszélünk, és én nagyon érdekesnek találtam, negyedéves voltál, amikor a tudás útja megmérettetés volt. Beszéljünk egy kicsit erről, hiszen nagyon fontos, hogy a tanulás, a felsőfokú tanulmányok, illetve a sport összekapcsolódik egy ember életében. Tudás útja az egyetemi magyar bajnokságnak számított. Egyébként egy kiválóan megrendezett verseny volt minden évben. Sajnálom, hogy az utóbbi években ez valahogy elmaradt, de bízom benne, hogy majd még lesz újra. Nagyon nagy kihívóim voltak, hiszen ez több éven át is ment ez a tudás útja egyetemi félmaratoni bajnokság, és volt olyan év, amikor az említett Csere Gáspár és Jenkei Péter két magyar bajnok maratonistánk, Csere Gáspár azóta olimpikon is lett, őket tudtam legyőzni. Ezek nagyon értékes eredmények számomra. Az egyetem pedig
nem pont úgy van azért, mint Amerikában. Tehát itthon annyira nem gördülékeny ez a rendszer. Viszont amikor kaptam egyéni tanrendet, akkor úgy gondolom, hogy azzal tudtam élni, és egy-két ZH-t arrébb lehetett helyezni, meg lehetett beszélni a tanárokkal, és akkor belefért egy edzőtábor, például Véninger Kati néniékkel, még arakosként, nagy örömömre, és ilyen dolgokban segített az egyéni tanrend. Azonban azért ez még messze nem úgy működik nálunk, mint Amerikában, nem is biztos, hogy úgy fog. De talán nem is kell, én azt gondolom, hogy te párhuzamosan megtettél mindent, tehát a választott szakirányodban is sikeres vagy, és illetve 30 esztendősen elmondhatod, ugye 6-szoros magyar bajnokként, emellett számtalan külföldi versenyen itthon is remek eredményeket értél el. Hogy épül fel egy edzés? Hiszen arról beszéltünk, hogy középtávfutóként kezdted, aztán egyre inkább jött, a végén pedig már megjelent a maraton is, hiszen ott is sikeres voltál. Igen, 1500 méteren tűntem fel, amit említettem is ezen a diákolimpián, még 2008-ban, és egészen 2009 nyaráig, tehát egy bő egy éven keresztül, csak ezen a távon is 800 méteren futottam, és akkor azt gondolta az edzőm, Karcsi bácsi, hogy próbáljuk meg a junior országos bajnokságon az 5000 métert. És elsőre meglepődtem, azonban nagy siker lett belőle, mert sikerült elcsípnem egy bronzérmet. Onnan indult ez az egész, hogy hosszabb távok felé is kacsingatok. Utána már automatikusan jött, hogy nézzük meg a 10.000 métert, lehet, hogy az még jobban megy. Én azt gondolom, hogy én egyébként adottságokban talán a 10.000 méterre vagyok kalibrálva, ott a legjobbak a velem született képességek. Azonban tovább mentem persze félmaratonig. Félmaraton, mezei futás, maraton. Mezei futás, igen. Maratonban egyelőre váltóba voltam, ugye csapattársakkal, illetve ott szoktunk segíteni a cselegáspárnak, hogy egy váltóval végvezetjük őt, de ezt is még meg szeretném egyénileg is oldani majd. A csúcsokat nyilván nem lehet ostromolni. Azt is tudjuk, hogy miért. Hát a világban jelen pillanatban, ha úgy tetszik, európai alig-alig van, és ez nem is fog változni, hiszen az etiópok, és nem sorolom a többi afrikai országot, de tarolnak. Néhány, egy-egy amerikai feltűnik, egy-egy angol néha-néha, de nagyon ritkát. Ez az övék nyilvánvaló a 1500-tól fölfelé. Még 800-ig talán beleférnek az európaiak. Ez mennyire motivációs tényező, hogy azt nagyon is jól tudjuk, hogy világversenyen, magyar atléta hosszú távfutásban bizony nem nagyon rúghat labdába. Igen, ez egy nagyon nagy kihívás számunkra, mert már a maratoni olimpiai szinteket is úgy megszigorították a tokiói olimpiára is, hogy gyakorlatilag lehetetlenné tették a kvalifikációt a magyarok számára, illetve nagyon nehéz bejutni tényleg európaiként. Maga a versenyrendszer is sokkal nehezebb lett, és most, hogyha nem is az olimpiáról beszélek, bár talán valahol az a csúcsok csúcsa, tehát abból érdemes kiindulni. Tény és való, hogy elindul az ember mondjuk egy bármilyen nemzetközi szinten elismert versenyen, mint én most például majd a Berlin félmaratonon szeretnék tavasszal, valószínűleg lesz elől egy boly, ott európai ember nem lesz, lesz még egy követő boly, ott sem lesz, és talán utána jövünk mi, illetve lehet, hogy egy-két kivételesen tehetséges ember elő lesz. Ez nagyon nehéz, ezt valahogy el kell fogadni úgy, ahogy azt is, hogy ez a sportág, ez monoton, de nem unalmas. Ezeket, hogyha elfogadja az ember, akkor nem lesz szomorú, és csak a céljára tud koncentrálni. Barátságok köttetnek? Abszolút, abszolút. Magán a futók között is, tehát a futóberkeken belül, de nem feltétlenül kell leszűkíteni, dobóatlétákkal is jóba tudunk lenni, ugrók, sprinterekkel, mikor, hogy jönnek ki a versenyek. Ez függ attól is, hogy kikkel versenyzünk együtt, mondjuk, mint egy adott magyar csapat egy külföldi versenyen, és ott mindig új barátságok születnek. A Beaszban otthonra találtál, jól mondom. Annál is inkább, hiszen 2014 óta a főállásod mellett azért foglalkozol a Beasz ügyeivel, és ez nagyon-nagyon fontos.
Ez megerősítést jelent neked a mindennapokban, hogy immáron a családod mellett van egy másik családod, egy olyan közösség, ahova tartozol? Abszolút igen, hát ez egy alapvető dolog, hogy jó érzés valóban tartozni. Én úgy gondolom, hogy a BEAC-ba megtaláltam a számításaimat, nagyon sok pozitív dologért és szép emlék köt hozzájuk. Mindig próbálok tevékenykedni azon, hogy valahogy jobb legyen nekünk, valahogy egy kicsit előrébb jussunk. Amit én meg tudok tenni a magam módján, azt a pályán kívül is megteszem a csapatért, és jó látni, amikor egy-két ember szintén fölveszi a kesztyűt, és beáll mellém, és együtt csinálunk dolgokat. Valahogy ez is a célom, hogy hisz örökké én sem fogom tudni ezt csinálni, de ugyanezt láttuk az edzőnk és az elnökünk oldaláról is, hogy éveken keresztül rengeteget dolgoztak értünk, és nem feltétlenül, ez anyagilag nem feltétlenül éri meg, de amikor azt mondhatjuk, hogy egy éppen anyagilag meglévő klub is 150 tagot számlál, annak fele felnőtt korosztályú atléta, akkor azt mondom, hogy ez mindent megért, mert nehéz körülmények közt is ott tudunk lenni a közép, főleg a hosszú távfutás lányoknál, a közép, fiúknál inkább a hosszú távfutás élmezőnyében. Igen, hát Csere Gáspárral közösen rátok hárul az a feladat, hogy vigyétek. Igen, én is sokat köszönhetek neki egyébként. És ő is neked egyértelmű. Nagyon fontos, hogy épül fel tehát egy ilyen klub. Amikor elvállaltad, hogy logisztikai szempontból is melléjük állsz, akkor tudtad, hogy mi vár rád, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy kicsit mostoha ez a sportág hazánkban, sajnos. A BEAC pedig olyan értelemben kis klub, bár ugye nagyon sok fiatal neveltek, hogy hogyan lehet a fennmaradásért megküzdeni napról napra? Ugye vannak, én mindig két részre szoktam szedni ezt a témát. Az egyik az, hogy vannak dolgok, amikhez pénz szükséges, és vannak, amikhez nem szükséges. Amikhez nem szükséges, azokba próbálok maximálisan segíteni. Ilyen a közösségi megjelenés, a közösségi médiában. Ugye most már van egy olyan napra kész Facebook oldalunk, ami 3 éve folyamatosan friss tartalmakkal van. A honlapunk is elkészült, az is, ott is többen jelentkeznek, hogy ott találtak minket, hoznák a gyereküket, és van egy aktív Instagram oldalunk is, most már egy-másfél éve, úgyhogy minden platformon jelen vagyunk. Hogyha sportágválasztó van a kerületben, akkor ott is maximális erőberobással küzdünk mi is a fiatal gyerkőcökért, illetve mindenkit sok szeretettel várunk, van egy jó családi környezetünk ott. Ami a nehezebb, az a pénz része, mert például én azt gondolom, hogy most az lenne a következő fejlődési pontunk, hogy egy új edző felvétele, mert akkor még több gyereket tudnánk fogadni, mert jelenleg szinte telítettek a csoportjaink, de ez az új edző felvétele, ez én azt gondolom, hogy úgy lenne fair, hogyha az ugye fizetéssel is járna, ahhoz pedig pénz kell, illetve a meglévő edzőknek is egy kicsit nagyobb megbecsülést lehetne adni. A pénzszerzéssel pont Csere Gáspárral voltunk egyébként egy ilyen, nevezzük projektnek. Elkezdtünk a kerületünkbe cégeket ostromolni támogatásért, és ez nagyon nehéz. Tehát hogyha az ember az önkormányzattól vagy a kerülettől nem tud úgy támogatást kapni, és a vírus miatt ezek vészesen lecsökkentek, ezek a lehetőségek, akkor ismerettség közvetlen baráti szál nélkül nagyon nehéz. De persze olyanról is hallottunk már, ahol a legnagyobb barátok egy 20 000 forintossal támogatták a klubot a múltba, úgyhogy vannak azért érdekes dolgok. Nagyon nehéz, de szép kihívás. Ugye edzened kell, intézed a BEAC logisztika ügyeit, emellett dolgozol természetesen. Hogy lehet ezt mindet összeegyeztetni, hiszen annak tükrében kérdezem, hiszen az elmúlt évben szárnyaltál, hiszen a Vizer félmaratonon egy fantasztikus eredményt értél el, életed második legjobb ideje, büszke is lehetsz rá, ez az 1 óra 4 perc, ez egy fantasztikus történet, és ráadásul folyamatosan versenyzel. 24 óra egy nap, teszem hozzá. Igen, édesapám mindig azt mondja nekem, hogy Napóleon azt mondta, hogy 24 óra és egy este a nap, de ez nyilván ugye csak egy vicc.
én azt gondolom, hogy ami nagyon nagy segítség nekem, hogy a most már mennyasszonyom is velünk atletizál a Beacba, és ő is ugyanebben a mókuskerékben van, így egymást segítve együtt könnyebben át tudjuk ezeket a dolgokat vészelni, illetve azokat a szabadidőket, amik vannak az ember napjában, például mondjuk az esték vagy a hétvégék, azokat hatékonyan ki lehet használni. Tehát például akkor szoktam ezeket a közösségi médiás dolgokat a Beacnak intézni, segíteni, illetve a Beac ügyei azok hullámzóak. Tehát van, amikor több van, van, amikor szerencsére egy kicsit könnyebb a helyzet, illetve kapok segítséget is benn. Az edzés az viszont fix, az kötött, az a legnehezebb, tehát azzal nem tudok mit csinálni. Ott edzés van 17:30-tól, és ott kell lenni. A családi háttér az nagyon sokat segít egy sportolót abban, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el. Úgy tűnik, hogy számodra is eddig is biztonságos családban éltél, de most azzal, hogy a párkapcsolatod is megerősít, hozza az eredményeket, hiszen azért kevesen mondhatják el, hogy 3 évtizedes évfordulón, egy olyan esztendőkben a legjobb eredményeket éred el. Tehát folyamatosan egyéni csúcsokat javítasz. Ki a mestered most? Szabó Imre, 53 éve a Beac kötelékeiben van, úgyhogy ő is az elnökünk, aki szintén 53 éve a klubnál van, Gerendás István, ők a biztos pontok. Úgyhogy Imre bácsi szerintem egy fantasztikus szakember, ahogy ő látja a dolgokat, az zseniális. Ő nagyon máshogy gondolkodik, mint a legtöbb edző, viszont ez abszolút pozitív. Én azért ehhez a siker, az elmúlt sikeres évhez a család, az edző mellett még két dolgot tennék hozzá, egyrészt a csapat, tehát azon csapattársaim, akikkel együtt edzek, ők rengeteget tudnak segíteni. Én azt gondolom, hogy ezt egyedül, ilyen mennyiségben, ilyen intenzitással nagyon nehéz hosszú éveken át csinálni ezt a terhelést, ami ezeken a távokon való edzéssel jár. És még egy dolog az egészség megőrzése, ott pedig most találtam egy olyan masszőrmestert, aki az elmúlt másfél, talán most már mondhatom azt, hogy két évben, akihez rendszeresen járok, és innentől kezdve ez a rizikófaktor, ez a sérülések, ez is lekopogom, úgy tűnik, hogy jelenleg megoldódott, és bízom benne, hogy egészséges tudok maradni, mert az is egy kulcs ezeknél ez fontos, így van. Egy nagyon fontos új platformon jelentkeztél be. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek nagyon fontos. Beszéljünk erről. Igen, megalkottam a saját sportolói oldalam, ezt régóta terveztem. Igazából ezzel az a célom, hogy sok sportolói oldal van, és jók is, de ők csak a sporttal foglalkoznak. Én viszont egy munka mellett sportoló ember vagyok, és igyekszem ott lenni az élbolyba a többiekkel. Én ebből a szemszögből próbálom megközelíteni a dolgokat, és motivációt, tanácsokat, tippeket adni azoknak a fiatal atlétáknak, nem feltétlen csak futóknak egyébként, akik szintén olyan terhek előtt állnak, mint az egyetem vagy az első munkahely terhei. És én is emlékszem, éveken át gondolkoztam azon, hogy melyik az a verseny akkor, ami után abba hagyom, mert nagyon nehéz volt együtt csinálni ezt a két dolgot. És most már szerencsére ez úgy néz ki, hogy megoldódott, most nyugodt vagyok, de ebbe szeretnék segíteni másoknak is, hobbifutóknak szintén, úgyhogy remélem, hogy lesz kereslet a mondandómra, majd kiderül, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz lesz, de ha nem valósítottam volna meg, akkor ezt örökké bennem szerintem. Bizonyos vagyok benne, hogy sikeres lesz. Milyen terveid, milyen álmaid vannak még? Azt tudjuk, hogy az álmaid zömét megvalósítod mindig. De vannak-e olyan tervezhető álmaid, amelyek előtérbe kerülnek most a közeljövőben? Idén fogok házasodni, ha minden jól megy. Ez is egy álom, és úgy néz ki, hogy megvalósul. A közeljövőben pedig még egy, kettő vagy három szezont azért szeretnék futni szintén így minél magasabb szinten. Én azt gondolom, hogy tudok még egyéni csúcsot futni, félmaratonon, 10.000-en, 5.000 méteren abszolút szeretnék, és szeretnék még egy egyéni magyar bajnoki címet nyerni, ez abszolút motivál.
illetve csapatba, amit csak lehet, azt szeretnénk elvinni beacosokkal. Úgyhogy ezek is rövid, illetve középtávú céljaim. Továbbá ezt a saját profilomat, amit most alkottam meg, ezt szeretném vinni, és minél nagyobb követőszámra emelni, és minél több emberhez szólni. Bízom benne, hogy fogok nekik tudni segíteni. Illetve, ami pedig egy kicsit középtávú célom, az edzőként pedig majd még sikeresebb szeretnék lenni. Első sorban futóedzőként, de úgy is igyekeztem képesíteni magam, hogy akár a funkcionális edzői vonalról erőnléti edzőként. Bízom benne, hogy egyszer megadatik, hogy egy kosárcsapatnak is tudok majd segíteni. Most nagy szükségünk lenne rá, mostani időkben. Ezt gondolom, hogy édesapáddal azért csak-csak megbeszélitek. Nos, hát én akkor ehhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert, erőt, egészséget, boldogságot. Nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. És hát köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hajrá akkor továbbra is, Farkas Dáriusz és Beac. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Farkas Dáriusz volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!